Köszöntök mindenkit! Köszönöm, hogy ilyen sokan eljöttek. Tisztelettel köszöntök mindenkit még egyszer. Tegnap este az Áttelevízióban vendég volt egy esti beszélgetős műsorban, magunkhoz vagyunk az Egyenes Beszédben. Körös Gusztáv, a Demokratikus Koalíció korábbi tagja, akiről eddig is tudtuk, hogy részt vett, illetve jelen volt a hamis videó elkészítésénél, részt vett annak elkészítésében, azonban újabb részleteket árult el a nyilvánosság számára. Nem lenne ez önmagában érdekes, hogyha nem lennének ezek az állítások tele ellentmondásokkal, és nem lenne ez annyira érdekes, hogyha ezek az állítások nem fogalmaznának meg konkrét vádakat politikai szervezetekkel szemben. Az ő nyilatkozatából és az arra adott reakciókból egy dolog biztosan kiderül tegnap este után, hogy a baloldal pártjai egyre mélyebben süllyednek bele a hamisítási botrányba. Különösen igaz ez akkor, amikor a Demokratikus Koalíciónak az egykori tagja tesz gyakorlatilag a nyilvánosság előtt olyan beismeréseket, melyek a korábbi részbeni vagy teljes sajtóinformációkat alátámasztják. A Demokratikus Koalíció korábbi tagjának, Körös Gusztávnak a szavaiból és az általa elmondottakból az is világosan látszik, hogy ezek az emberek, ezek a politikai szervezetek a hatalom megszerzéséért mindenre képesek. Ilyen fajta konspirációt, ilyen szervezést, ilyen ötletet csak azok találnak ki, akik a hatalom megszerzéséért mindenre képesek. Ez világosan kiderült tegnap. Az is kiderült a tegnap esti interjúból, hogy azon az oldalon, a bal oldalon, ahol ezek az emberek mindent kitalálnak, minden konspiratív eszközt bevetnek azért, hogy a hatalmat megszerezzék, még egymásnak is hazudoznak. Nagyon fontos momentum, hogy az elhangzott állításokból kiderül, hogy nem mondtak igazat több alkalommal, még a szervezés során sem egymásnak, és az is kiderült, hogy még egymást is becsapják. Éppen ezért azt gondoljuk, hogy mindenkinek, aki részt vett ennek a videónak, a hamis videónak az elkészítésében, aki érintőleg is belekeveredett ebbe a hamisítási botrányba, azokkal szemben a törvény teljes szigorával kell eljárni. Ez egyfelől azt jelenti, hogy arra kérjük a hatóságokat, hogy most már az új részletekre is tekintettel kellő körültekintése és határozottsággal járjanak el, nem kihagyva egyébként a Demokratikus Koalíció szerepét és annak tagjának, egykori tagjának szerepét. Felhívnám arra az érdekességre is a figyelmet, hogy a Dunaharaszti memória kártya CD-re írása, a Dunaharasztiban történő CD-re írás is további kérdéseket vett fel a tegnap esti interjú alapján. Erre is külön érdemes kitérni a következő napokban. Ugyanakkor azt is látjuk, a másik dolog, amit jelent az, hogy a törvény teljes szigorával kell eljárni azokkal szemben, akik részt vettek, hogy a törvény, a hatályos jogszabályi környezet nem fog tudni megfelelő választ adni a történtekre. Éppen ezért kezdeményeztük tegnap a büntető törvénykönyv módosítását. A büntető törvénykönyv módosítását a Fidesz frakció vezetője azért kezdeményezte több más képviselőtársával együtt, mert azt gondoljuk, hogy a demokratikus intézményekbe vetett bizalmat gyengíti és alássa azokat, alássa az a történetsor, az a hamisítási botrány, aminek szemtanúi lehettünk. Az is világosan látszik, hogy a demokratikus intézményeknek nem csak a demokratikus intézményekbe vetett bizalmat ássa alá, hanem veszélyezteti azoknak a normális működését is,
hiszen nem tud jelen pillanatban teljes körűen eljárni a hatóságok kialakult helyzetben. A közelgő választások miatt sem engedhető meg, hogy ez a jogszabályi változás ne következzen be. Szükség van erre a szigorításra éppen azért, mert az is pontosan látszik, hogy azok, akik ebbe az ügybe belekeveredtek, azok a baloldali pártok, azok a szervezetek semmit sem tanulnak a hibájukból. Nem ez lenne az első eset, amiből nem tanulnának. Éppen ezért szükség van a büntető törvénykönyv előbb említett és tegnap ismertetett szigorítására. Ezt a módosítást sürgősséggel meg kell, hogy tárgyalja a parlament. Ez azt jelenti, hogy körülbelül december elején hatályba léphet ez a törvényi módosítás, aminek az a lényege, hogy aki mások becsületének csorbítására alkalmas hamisított kép vagy hanganyagot készít, az vétséget követel és egy évig terjedő szabadságvesztése büntethető. 2 évig terjedhet ez a büntetést, aki a felvételt elérhetővé teszi, és 3 évig terjedhet ez a büntetés abban az esetben, hogyha ez nagy nyilvánosság előtt és jelentős érdeksérelmet okozva történik. Én körülbelül ennyit szerettem volna önöknek elmondani, természetesen várom ebben az ügyben felmerült kérdéseinket. Parancsolj, Rita. Benyó Rita, Hír 24. 3 kérdésem is lenne. Egyrészt a memóriakártya Dunaharasztiban való átírásával mi a gond? Ez az egyik. A másik, hogy azért azt jól értem, hogy a jelenlegi esetet azért már nem fogja érinteni a BTK módosítás, tehát nem lesz egy visszamenőleges hatája ennek. A harmadik pedig az pedig konkrétan a módosításra, a BTK módosításra vonatkozna. Ugye az áll a harmadik paragrafusban, hogy aki mások becsületének csorbítására alkalmas hangképfelvételt hoz nyilvánosságra, úgyhogy gondatlanságból nem tud róla. Ki dönti el, hogy mi az, ami még gondatlanság, és mit gondolnak, hogy ez a kör, ez mit takar? Mert értem, hogy a konkrét esetben a HVG-nél ez mint takart, csak nyilvánvalóan ez a sajtó munkájára egy erősebb korlátot fog hozni. Kezdjük visszafele a válaszokat, ha megengeded. A harmadik kérdésre szerintem egyértelmű a válasz. Nyilvánvalóan egy ilyen eljárásban a bíróság fogja eldönteni, hogy mit jelent az, hogy gondatlanság. Egyébként szerintem nem árulok el éppen önöknek azzal újdonságot, hogy a sajtónak is van komoly felelőssége. Én azt is gondolom, hogy egyébként ezt manapság a média felületek nagy részében pontosan tudják, és ennek megfelelően járnak el. Ez a hvg.hu esetében nem így történt. De ez a felelősség továbbra is fent áll, és szerintem ez működik, ez részben iratlan szabály is a média világában. A gondatlanság most kérdése az a rövid válasz, tehát, hogy a bíróság, egyébként pedig szerintem érdemi változást nem jelent, tehát az információk ellenőrzése szempontjából, főleg egy választási időszakban a minden sajtófelület tisztában van a saját dolgával és felelősségével. Ezt gondolom. A másik kérdés az a visszamenő hatályra vonatkozott, értelemszerűen a történtekre nem vonatkozik, mert nem vonatkozhat a törvénymódosítás. Az első kérdés a Dunaharaszti memóriakártyával kapcsolatosan, ugye tegnap Körösi Gusztáv az A-televízióban egyszer azt mondta, hogy Dunaharasztin adta át ezt a felvételt, majd aztán ugyanebben az interjúban azt mondta, hogy Budapesten. Maga a település is érdekes egyébként. Én ezt most nem véletlen mondom, de ha megengedik, akkor erre a héten visszatérnénk. Az ellentmondásra hívtam föl pusztán a figyelmet, ami a tegnapi interjúban elhangzott. Nem világos, hogy ki hazudik ebben a történetben, mert ami eddig a sajtó számára elérhetővé vált a rendőrségi nyomozásból, abból is látszott, hogy ellentmondóak a tanúvállomások, de tegnap Körös Gusztáv már a nagy nyilvánosság előtt vállalta azt a eléggé furcsa történetet, amit előadott, és ebben voltak ellentmondások, így értettem csak a Dunaharaszti ügyet. Bárkinek bármilyen kérdés, parancsolj! Hogyha igazad, amit Körös Gusztáv állít, hogy MSZP-s politikus rendelte meg ezt a Bajai videót, akkor önök
ezek szerint le kell mondani a Mesterházi Attilán? Ebben az ügyben nagyon sok a nyitott kérdés. Ez világosan látszik. Az is látszik, hogy a demokratikus koalíció nem érintetlen ebben a történetben. Ebből az is következhet, és ez szerintem már nem az én dolgom, hogy megítéljem, hogy a demokratikus koalíció szándékos vagy véletlen szerepet játszott ebben a történetben, ez eldöntendő kérdés, ez nem következik belőle, ez eldöntendő kérdés. Ezt a hatósági vizsgálatból ki kell, hogy derítsék majd az eljárók. Az is világosan látszik, hogy vannak ellenérdekelt felek a bal oldalon. Az is világosan látszik, hogy a demokratikus koalíció volt tagja igyekszik a saját volt pártjáról elterelni a figyelmet. Egyre kevesebb sikerrel egyébként. És az is látszik, hogy Mesterházi Attila neve ebből következően nem véletlen került elő Görös Gusztáv által elmondottakból. Nézze, amit kérdezett, az szerintem ebben az ügynek, ebben a felderítettségi állapotában felelőtlenség lenne kimondani. Egy tény, amire utaltam, hogy ez az ügy, ahogy telnek a napok, nem egyszerűbbé és átláthatóbbá válik, hanem egyre zavarosabbá, bonyolultabbá, és egyre inkább süllyed bele a bal oldal ebbe a botrányba. Úgyhogy én a kérdésére ilyen megerősítő választ nem tudok adni. Szerintem felelőtlenség lenne ebben az állapotban ezt így kijelenteni. Hogy Mesterházi Attilának itt kellene cselekednie. Bocsánat, Gergő parancsa. Ez, ugye Körös Gusztávról kiderült tegnap, hogy érdekes figurája ennek a történetnek, egy viszont elvitathatatlan tőle, hogy eddig ő az egyetlen szereplője a videóhamisítási botránynak, aki a nyilvánosság elé állt. Azok közül, akik részt vettek ennek a készítésében, és mivel nincs más rendelkezésre álló adatunk, a videóhamisítási botrányról, mint az, amit a nyilvánosság számára elérhető módon, mint az, amit a Körös Gusztáv elmondott, ezért, hogy mondjam, megítélés kérdés, hogy ki hisz neki, vagy ki nem, de nincs okunk az ellenkezőjét feltételezni az által elmondottaknak. Azzal együtt, megismétlem, rengeteg ellentmondás volt tegnap Körös Gusztáv szavaiban. Ezért hogy mondjam, tehát ennek az ügynek az a lényege, hogy amit az előbb mondtam, hogy ez nem egyszerűsödik, hanem bonyolódik ez a történet, és egyre több név és dátum és helyszín kerül elő. Ha valaki figyelte a tegnapi interjút, nekem volt szerencsém meghallgatni, akkor láthatta, hogy már itt Üllői út, Dunaharaszti, telefonok napok eltérnek a korábban állítottaktól. Azt szeretnénk, hogyha a hatóságok ezt minél előbb, minél világosabban tisztáznák. Egyébként a megrendelő szerepére is kitért Körös Gusztáv, az is egy érdekes része volt ennek az interjúnak. Ha ez a történet megérne egy kis viccelődést, azt mondhatnánk, hogy ezt a demokratikus koalíció rendelte ezt a videót a szocialistáktól, vagy fordítva. De nyilvánvalóan ennél többről van szó ebben az ügyben, éppen ezért nem szeretnénk ezt elviccelni. Van-e bármilyen kérdésük? Parancsolj! Mutyasovszki Nóra vagyok a Láncidrendőrtől. A jobb oldalt gyakran éri ugye, antiszemitizmus, illetve a rasszizmus vágya, azonban ez a videó az hát ennyi szóval lejáratja. Bocsánat, csak nem hallott, hogy milyen vád éri a jobb oldalt? Rasszizmus és antiszemitizmus vágya, ugyanakkor ez a videó pedig lejáratja a roma embereket. Akkor ez micsoda az MSZP részéről? Hát én azt gondolom, hogy azzal, hogy ezt az egész hamis videót romákkal készítették el, azzal erősítették azt a sztereotípiát és azt az előítéletet, hogy a romák, mint teljes jogú magyar állampolgárok pénzért
mindenre hajlandók. Ez egy olyan sztereotípia, ami egyrészt nem igaz, másrészt sérti a magyar cigányok közösségét. Nekem van szerencsém egy olyan kerületet vezetni, ahol a roma önkormányzat becslései szerint mintegy 22 ezer cigány ember él, és sajnos ezek létező és meglévő sztereotípiák a magyar társadalomban. Én egyetértek azzal, egyébként az egyik napilapban én is olvastam egy ezzel kapcsolatos írást tegnap, én egyetértek azzal, hogy az a rasszizmusnak egyfajta kifejezési formája, hogyha egy bűncselekmény vagy egy lejárató, hamisított videó elkészítésében gondolkodik valaki, akkor automatikusan a romákra gondol és romákat keres meg ez ügyben. Én láttam itt a teremben, hogy nem mindenki volt a témától elragadtató, ugyanakkor én azt gondolom, hogy azért, ha lesz egy kis szusszanásnyi időnk a hamisítási botrány után, nem biztos, hogy fölösleges arról elgondolkodni, hogy miért alakult ez így ki, és mi ebből a kivezető út, hogy a bűncselekmények elkövetésénél ne politikai szervezetek, ne romákban gondolkodjanak automatikusan. A baloldali pártok, mint a felvételeken is látszik, cigány embereket kértek arra, hogy ezt az úgynevezett oktatófilmet játsszák el. Miért cigány embereknek kell ezt eljátszani? Miért alakultak ki ezek a sztereotípiák? Van-e bármi más kérdésük? András, parancsolj! Hát, híradó Somos András, azt mondta tegnap az MSZP egy közleményében, Rogán Antal sajtótájékoztatójára utalva, hogy kommunikációs érdeket szolgál ez a BTK módosítás egyrészt, másrészt pedig, hogy Gögő Zoltán ma reggel azt mondta, hogy nem állítja, hogy a Fidesz van a háttérben a bajai videó kapcsán, hanem azt mondja, hogy a Fidesz érdeke volt az, hogy ez az ügy kipattanjon. Hogy látja ezt? Hát nem is Gögő Zoltán lett volna, hogyha nem mond ilyet. Egyébként van még más a szocialista pártban, aki tud ilyen nagyszerű dolgokat mondani. Úgyhogy vonatkoztassunk el Gögő Zoltán személyétől. Tehát, kedves szocialisták, tartozunk egy közérdekű bejelentéssel. Nem a Fidesz érdekében állt ez a videó, és nem a Fidesz rendelte, és szeretnénk, hogyha nem jutnánk el odáig, hogy 3 hét múlva már a balliberális média arról engedezik, hogy tulajdonképpen egy ilyen tripla csavar után a Fidesz áll az egész mögött. Elmondtam többször, önöknek is szívesen elmondom, hogy a Fidesz nagyon jól meg lett volna enélkül a hamisítási botrány nélkül. Ez a történet ott indult, hogy a bajai választásokon nyertes pártot, a kormánypártokat akarták lejáratni vele. Az, hogy ez Balekra és Gagyira sikerült, erről nem a Fidesz tehet. Még Gőgös Zoltán, hogy mondjam, nyomására sem tudom ezt osztani, ezt a véleményt. Én ezen mindig mosolygok, és most is azért próbálom elütni egy viccel, mert ha ez komolyan felmerül, akkor nagy baj van. Tehát szeretném, hogyha nem beszélgetnénk komolyan erről az elméletéről a szocialisták. A kommunikációs trükkről meg annyit, hogy a parlament meg nagyon jól meg lett volna egy új BTK módosítás nélkül. Van ott annyi más dolog, amiről szükség lenne beszélni. A gond az, hogy ha ez egyszer megtörtént, nem tudjuk azt vélelmezni, hogy nem történik meg még egyszer. Tehát ha elfogadjuk azt, hogy a jognak folyamatosan igazodnia kell a társadalmi igényekhez, akkor most egy olyan társadalmi igényel állunk szembe, hogy ne lehessen valakit, senkit, egy közszereplőt, egy pártot, egy televíziót, egy újságírót, senkit egy hamis videóval, hangfelvétellel a nagy nyilvánosság előtt lejáratni. Ezeket a személyeket, szervezeteket, akik ilyen helyzetbe kerülnek, hogy őket így akarják lejáratni, a törvénynek védenie kell. És ennek mi megteremtjük a feltételeit. Lehet erre azt mondani, hogy kommunikációs szempontból fontos? Nyilván beszélt róla a frakcióvezető, tehát azt gondolom, hogy egy fontos ügyről van szó. Ma is említést tettünk róla, de ez mind nem lenne. Tehát nem kellene a büntető törvénykönyvet módosítani, üzenem Görgös úrnak is, és a szocialisták közleményíróinak, hogyha a hamisítási botrány nem robban ki Magyarországon. Ez a helyzet, és ez az igazság. Bármi más kérdésük van? Nagyon köszönöm, hogy eljöttek, és további jó munkát és szép napot kívánok mindenkinek.